Második magyarként jutott el a Párnában évente megrendezett olasz pizza készítő világbajnokságra Szabia Pék, az a Szabadfi Szabolcs, aki Panifisziói Bazilikó nevű pékségével kezdte tíz év külföldi tapasztalat után itthon, palettája bővül, és most lett egy 48. helye is a versenyről. Hát vele beszélgetünk a tapasztalatokról. Jó reggelt kívánok, szia! Jó reggelt kívánok! Szabi, miért? Az első miért indultál el, tehát miért tartottad fontosnak, hogy kipróbáld magad ezen a világbajnokságon? Hát legfőképpen magam miatt tartottam fontosnak, kíváncsi voltam, hogy hova pozícionálhatom magamat ebben a szakmában, mint pizzasütő, és inkább magam, igen. Tehát egy kontroll, egy visszajelzés magadról. Na most az, hogy hogy ez a 48-e így elsőre, azt nézzük, hogy ez milyen szakmai visszajelzés volt ilyen szempontból számodra, és egyáltalán az, hogy ott voltál ebben a közegben? Soha nem vagyok magammal megelégedve, most se. Számomra azért nem volt elegendő ez a 48 hely, most ez így sikerült elsőre, aztán a következő lépcső az, hogy nyilván szeretnék ennél egy jobb helyen végezni az elkövetkezendő versenyeken. Te innentől kezdve minden évben ott leszel? Megpróbálom legalábbis. Na most mit tapasztaltál, mennyi és főként mi választ el azoktól, akik most a leges-leges-leges legjobbak lettek? Nem tudom pontosan megmondani, de ö, szerintem ilyen nüansznyi különbségek vannak egyébként, tehát amikor mondjuk van 700 pizza, és, és, és mindegyik jól néz ki, akkor ott nagyon nehéz a választás. Nem tudom pontosan, hogy hogy... Tudom, hogy mik voltak a szempontok, de nem tudom pontosan, hogy mi volt az, ami, ami az enyémbe kevésbé, enyémre kevésbé volt jellemző, az övükénben ez jobban sikerült, nem tudom pontosan megmondani. Mindjárt belemegyünk a részletekbe, azt mondanak, hogy a 38 ország 730 versenyzője, ebben a mezőnyben is megmaradt az olasz dominancia egyértelműen? Maximálisan így van, az első 46 az olasz volt. Na most ugye a pizza az egy kegyetlenül megosztó vita téma Itáliában, mint mondjuk nálunk például a halászlé, ahol a bajai meg tudja ölni a szegedit, hogy miből mennyit kell beletenni, és hogy passzírozni vagy nem passzírozni. Na most ez a, ez a regionális, meg különféle városok, meg stílusok közötti harc, ez érezhető egy ilyen versenyen is? Érezhető, de azért volt külön kategória például a nápolyaknak a nápolyi pizzába, úgyhogy ott, ott csak a, az állam által előírt módon lehetett elkészíteni ezt a ezt a pizzát. Igen, ugye ez az a pizza, amit ugye az UNESCO kulturális örökség Igen. részévé is akar tenni. E, mondjuk az a nagy kérdés, hogy mi van, ha nem nápoi nyeri meg a nápoi pizzakat? Hát most nem nápoi nyerte Na meg az... a nápoi pizzát, nem is voltak boldogok a nápoiak, de Veronai nyerte egyébként a nápoi pizzát. Na most te ezen a vb most a pizza ugye a lapátos tészta kategóriában indultál, ami elsősorban a Róma magasságában ö, ö, dívik. De miért? Pontosan a, a nápoi mező miatt akartál inkább itt? Ö, nem is csak azért, hanem ez egy rettentő fiatal kategória, ez csak négy éve rendezik meg amúgy, és elég nagy jövője van ennek a, ennek a típusú pizzának. És én, én úgy gondolom egyébként, hogy a pizza az pizza, és megvannak a hagyományos feltétek, amit erre a kerek pizzára rá kell tenni, vagy rá lehet tenni. Nem készítek soha euh, Hawaii pizzát, nem készítek sonka gomba, kukorica euh, uh, ilyeneket nem készítek. Viszont ebbe a pizza pálá kategóriába itt gyakorlatilag elszállhattak a gondolataim, hogy, hogy mit szeretnék csinálni, és itt egy picit meg tudtam még Magyarországot is jeleníteni benne, ugye magába a szózba. Meg a, meg a, meg a húsba, amit a végén feltétként rátettem, és és ez egy nehezebb pizza egyébként, mint egy kis kört kinyújtani, itt azért egy 60 centiszer 40 centis téglalapot kell, ö, olyan tésztát készíteni, ami gyakorlatilag magától kinyúlik ezen a, ezen a lapáton, és és ez, ez, ez jobban nehezebb, mint egy kerekpizzát elkészíteni. Vagyis azt mondta, hogy a kerekpizza az maradjon meg ö, tradicionálisnak Igen. a feltéteivel ö, együtt, Igen. ez az a terep, ahol, ahol viszont lehet kísérletezni. Na most Igen. ilyen szempontból, ö, amikor értékeltek egy ilyen vb-n, akkor a, hogy aránylott itt egymáshoz mondjuk a tésztaminősége, ö, hogy az annak milyen összetevői vannak, és aztán hogy készül el, és milyen nélet, ízben, látványban, stb. A, a feltéthez képest. Hogy mit tettél rá, és az együtt mit ad ki? Én, én egy hagyományos lisztből készítettem egyébként el. Vizsgálták azt is, hogy ki mennyire innovatív például a liszt felhasználásban. Volt olyan ö, srác, aki 6-8 féle liszt keverékéből készítette el egyébként az ő pizzatésztáját. Én egy hagyományos fehér ö, pizzatésztát készítettem, viszont ö, egy olasz paradicsomot ö, kevertem ö, sült kápia paprikába. Ö, utána raktam rá egy ö, spárgát, zöld spárgát egy megsózott tepret, amit két órán keresztül egy alacsony hőfokú kemencében egy picit szárítottam, hogy ne engedje ki a nedvességet a sütés közben, és a legvégén pedig tettem rá egy mangalica tarját, egy ellet mangalica tarját. Na most mennyit készültél külön erre a versenyre? Ugye előtte ez egy komoly dolog, mint hogy minden ilyen gasztroversenyen, te is ugye például Szél Tamás Bokuszdor topséffel is konzultáltál és együtt is dolgoztatok megkóstoltattam vele, így van a pizzát, és kértem a véleményét, és végül is a sózó tepper, én tudtam, hogy epret szeretnék rátenni, és ezt a technikát pedig ő ajánlotta nekem, valamint a tarját, a tarját is tőle, uh -huh. így van, és uh -huh. a tarját is tőle kaptam. Um, egyébként a, a mindennapokban is szeretsz így kísérletezni? Minden áldott nap kísérletezek. Aha. Most is éppen kísérletezésből jövök, ugye éjszaka dolgoztam és általában minden áldott nap ki kell találni valami újabb terméket, ez nem kifejezetten pizza, hanem a, hanem a pékáru van. Uh -huh. Na, mi volt a ma reggeli kísérlet, csak mondjál. Most egy, egy cseresznyi zsemlét csináltam, majd. egy Igen? édes zsemlét, amiben cseresznye van beledagasztva. Visszatérve a pizzára, neked egyébként kik a mestereid? Hogyha azt mondod, hogy hogy a legfontosabb forrásokat meg kéne jelölni, ahol a szakmát tanultad, és olyan vagy, amilyen lettél, akkor, akkor erre milyen van? Hát legfőképpen saját magamat képzem általában, viszont dolgoztam nagyon sok helyen Olaszországban, és dolgoztam például a Román, a Campo del Fiori piacon, ahol, ahol, oh, ahol a ezt, a, legyen. ezt a lapátos pizzát amúgy sütik, és most vérszemet kapva jelentkeztem Kaorléba, ahol a Graziano Bertuzzo, aki most a világ leghíresebb pizzása, ő nála fogok egy pár ilyen tanfolyamon részt venni, hogy, hogy, hogy a végén ilyen pizzamesterok levelet kaphassak. Hát ez egy életfogytig tanulás azt jelenti, hogy az hát emberjú. ez mind, minden szakma, a pékség az ráadásul főleg ilyen. Van egyébként a receptjeidben, meg a technológiáidban, a kísérleteid közben olyan féltvőrzött titok, ami hétpecsétes, vagy úgy fogod fel, hogy ez, ez végül is a tudás, meg a tudás kincs az közös, és osszuk meg egymással, mármint, hogy akik jól csinálják. Hát maximálisan nap, mint nap jönnek hozzám vendégek, akik megkérdezik a kovászt fogalmát, a kovász készítését, a kovászolt kenyér készítését, vagy bármi és, és egyáltalán semmilyen titok nincs, bármelyik pékség, amelyiket csinálom, az nyitott, és, és, be lehet látni, nincsenek titkok, nincsenek titkok. Na most, ugye a pizza nagyon népszerű Magyarországon, és nyilván jártunk, van keltünkben, tapasztaltjuk, hogy nagy a kontárok aránya is, meg az már említett bizonyos borzadályoknak az aránya. E, mekkora most szerinted az igazi élvonalbeli e, pékek, pizzához nagyon értő pékeknek az aránya vagy száma itthon? Hát nem tudom, hogy más pék foglalkozik-e pizzával rajtam kívül. Hál' Isten jó pékek vannak az országban, már van e, és hál' Isten jó pizzások is vannak már az országban, de hogy pékpizzás, olyat nem tudom. Uh -huh. e, egyébként Maradva a pizzánál, és most mindegy, hogy pizzás vagy pék készíti, tehát az egy darab pék plusz a pizzások, szóval, hogy eh, mi különbözteti meg a simlis pizzát a valóditól, mire figyeljen az, aki még egyelőre, sokan vannak ilyenek, szeretnék a jót, meg a minőséget megismerni, de nem fél, feltétlenül biztosak benne, hogy hol az a határ, mire kell figyelni. Hát a, az alapanyagok kiválasztása az egy pizzánál ez rettentő fontos, hogy, hogy milyen alapanyagokból készítjük. Nagyon sok mindenem múlik az, hogy mitől lesz jó egy pizza. Ez tartozik például a kemence is. Ez nagyon magas hőfokon kell sütni ahhoz, hogy, hogy jó pizzává váljon, ahhoz viszont egy nagyon jó tésztát kell korábban készíteni, minimum egy 24 órával előtte, és a feltéteknek a... a, a beszerzése az, 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 a, az a legjobb helyekről kell, hogy megtörténjen. Mindennek a legjobbnak kell lenni, mert minden olapanyagnak Mind. ugye ez a lényege pizzánál és általában a, a gasztronómiában nem szabad elspórolni, meg majd jó lesz az a, a rosszabb oda. Én, én ma kapom meg először a saját mozzarella szállítmányunkat, amit egy olasz ember készít egy magyar farman, és így most már egy saját mozzarellával tudok a, a, a termékeimben megjelenni, amit közösen fejlesztettünk ki. Magyar Györzi tehenek tejéből van egyébként. Ez egy fokkal keményebb, mint, a, mint az általában megszokott kis mozzarella golyó. Viszont a pizzára kifejezetten alkalmas, hiszen nem engedi el így a, a, azt, a, azt a levet, vagy mm -hmm. azt a savót, amit tartalmaz. Amit azt a ahogy ahogyan az Epernél is mondtad. Mennyiben férfi műfaj ez, hogyha észre ennek a VB-nek a mezőnyét? pont a legelső lány volt, egyébként, aki, 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 a, ebbe a, a kategóriába például az egyes rajtszámmal volt. voltak egyébként hölgyek, ö, volt azért az arányuk a férfiakhoz képest, de szerintem egy, egy, egy 3-4 százaléka lehetett. Kísérletező kedvű emberként egyébként jövőre ugyanebben a kategóriában, a lapátos pizzában fogsz indulni? Hát is, és megpróbálok a másik kategóriákban is elindulni. Igen. Van egyébként olyan, amit úgy igazából mondjuk, hogyha más autósportban király kategóriának tartanak maguk az olaszok, amit a legfontosabbnak vagy a legelitebbnek? Hát ez a, ez a nápolyi pizza. Az egyértelmű. Van. Egyértelmű a nápolyi pizza. Aha, tehát akkor ja. ott, ott is megméreteted magad? Mindenképpen, az... idén is jelentkeztem egyébként, de akkor a túljelentkezés volt, hogy oda nem fértem bele. Egy nappal korábban kellett kiutaznom, mert hogyha esetleg valaki visszalépett volna, akkor ö, jöttem volna én a képbe, sajnos senki nem lépett vissza. Ö, magyarán mondva azért nagyon komoly nevezési számok vannak, tehát nem, mm. nem lehet csak úgy egyszerűen bekerülni. Igen, igen, igen. Nem igen. Majd, hogy jóska vagyok az utcára, szeretnék a pizza, Ö, a lehet, de ezt nagyon időbe kell akkor megtenni. Uh -huh. Hát meg persze utána úgy is kiderül, hogy mire vagy képes. A legfőbb tanulságai számodra ennek a VB-nek így elsőre? Ö, ugyanaz, amit eddig is képviseltem, hogy hogy kutatni kell a, a jobbnál jobb alapanyagokat, és ebből kell elkészíteni ezt az ételt. Ö, talán ennyi. Hát akkor sok sikert neked a mindennapokban is, hiszen ott azért a, a lényeg az ott bújik el. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm.